Felesleges gyomirtó kipermetezésben gazdag estét kívánok! Szervusz Charlie, ám bár szúnyog permetezésben bőséges napokat mindenkinek. Ez most egy... fölidegesítettem magam, nem a szúnyogokon. Na most, hogy a, kis, a sajátomon. Kis növényvédelmi beköszöntőnket hallottátok. Igen. Itt voltak ma a kert észek, vagy kertrendezők, vagy tereprendezők, vagy az anyám kinyja tudja micsoda. Komplex szolgáltatási csomag fifika. Tehát itt volt szelektív gyomírtás, itt volt totális gyomírtás, itt volt gazolás, itt volt anyám kínja. Várjál, hát a szelektív nem, rányomtak nem egy totális. Szelektívet. Hanem volt igen, olyan terület, igen, ahol volt szelektíven írtottak. Volt, ahol totális. És holnap már locsolhatok, erre kinézek az ablakon, mi történik éppen? Esik az eső, bazd. Esik az eső. Ne aggódjál, mert már megtörtént a felszívódás, tehát gondolom egy 2-3 óra azért eltelt a permetezés és az eső között, úgyhogy... Csak ebben merek reménykedni. Nem fogsz látni egy pár napig tudom, semmit. Tudom, használtam már. Sőt, ezt, hogyha, tehát hogyha, ez az elszáradás. Hát igen, az úgy szokott kezdődni, hogy úgy néz ki, mintha még virulensebb lenne a gyom, aztán egy pár nap múlva majd kiszárad a szerencsétlenje. Úgyhogy kapott most minden jót a föld egyébként, mert tápot kaptak a fák, a növények, tudod, ezzel az ipari permetezővel, fú, bazd, meg jött a csávó, beöltözött, meg gázmaszk, meg mit tudom is én, milyen hatalmas nagy arcvédő, hátán ez a, tudod, ez a benzinmotoros permetező. Na, azt azzal megküldte, bazd meg, és a fa tetejéig fölfújt, hallott, csak néztem, hát a fa teteje az egy olyan úszkve 6-7 méter. Az úgy megküldte, semmi gond nélkül hallott, csak leste, mint hal a szatyorba, és olyan döglött halszag volt utána a kertbe, hogy borzasztó. Mit csinált? Gombázott, meg a fát? Meg valami... Fát, az kapott egy kombót, az volt benne mindenféle tápoldatos rész. Várjál, hát ezt, ha ennyire pontosan és precízen akarod, báze, itt az e-mail is azt mondja, hogy de nem a frissíti. Mert egyébként most a tetű a legnagyobb gonda ebben az időszakban. Én nem mondom meg, hogy mivel permetezek, baszki, mert jövő héten... Nem! Jövő héten nem lesz podcast, mert megöl mindenki. Málnás likviddel. Na hát volt gyepszelőztetés, gyeptrágyázás, szelektív gyomírtás, totális gyomírtás, felülvetés, fákbokrok alakító ritkító metszése, ágyás tisztítása, vegyszeres permetezés tápoldattal, tavaszindító trágya volt, vastápanyag a gyepnek, és akkor még hétvégén majd egyszer most lekapom a füvet, aztán utána jön a felülvetés. Mert ez csak itt maradt most 3 kiló fű, mert hát azt csak ne szórjuk már ki a izére, gyomírtóra. Hát a szelektíven kezelték, akkor mondjuk... A szikfakadás, vagy mi a faszomnak nem a az igazi. Csírázásnak nem, az igazi. Egészen, nem egészen a... Tehát mi annak idején ezt a TSZ-be úgy műveltük, hogy elvetettünk, elboronáltunk, és utána jött a totális gyomírtás. Tehát érted, azt így figyelni kellett, hogy na, mikor van az, amikor a sziklevél megindul, és ugye mindig először lefele megy, és amikor a lefele menő szakaszában van, akkor egy totális gyomírtás, akkor minden, és akkor szépen kikelt a kultúrnövény. Eszembe jut az adás cím. Bálint Gyuri bácsi nem tudja. Ja.
Szegény. Na de már, hogyha hát ő nálam sem van a a jó szó, akkor mondom még, mi gyermek történt már. velem a héten, aztán átkötök a mi történt velünk a hétenre, és aztán megyünk a mi történt veled a hétenre. Mi történt Jó. velem még a Igen. héten? Azért, ami miatt kiderült, hogy mi történik velünk a héten, azért úgy döntöttem, hogy megajándékozom magam, és berendeltem a Smorik-től hát nincs rá szebb szó, egy kamera cage-et. Hát most hogy mondjam ezt máshogy? Ilyen... A salgópolc kamerához. Hát ha ezt tudom, a francnak nekem vizéri, a hadipari alumínium, bazd meg, salgópolcot. De hülye vagy. Hát de nagyon sok totózás, mert tudod, ez nem olyan, hogy veszek egy cage-et, hanem veszek egy cage-et a kamerámhoz, ami pontosan patent méretre. Na de abból miért? Tehát van, aminek oldalt van kolcsú, valamelyiknek nincs. Nekem ugye sok cucc van, mert van mikrofon, van vezeték nélküli mikrofon, van a felvevő, amit te is szoktál látni, amivel szoktunk menni, ez három eszköz. És ezt mind rá kell pakolni a kamera tetejére. De legyen hozzá megfelelő papucs. Akkor utána ez már úgy nem komfortos ez, mert azért ez, tudod, ez egy ilyen alumínium keret, tehát azt fogni, akkor erre markolatot. De hogy NATO rail, tehát ilyen NATO sínes megoldás, vagy ARRI rendszerű legyen, vagy Arca Swiss legyen az alja, ahány kamera, annyi modell, annyi fajta, úgyhogy letettem utána a voksomat, a talpa, Arca Swiss lett, az összes többi NATO rail, úgyhogy ez ilyen nagyon fasza, nagyon egyszerű, minden csak, tudod, mint egy ilyen karom megfogná fölülről, mint a sasmadár, mikor megfogja a kutyát, és egy bilincsel megszorítod, és onnantól kezdve az áll, mint Katiban a gyerek, úgyhogy megrendeltem, nagyon jó volt, aztán csak nem frissült, és ma már ráírok a supportra, hogy mi a tarka harci péló van, mert azt látom még mindig, hogy várják a fizetést, szóval tök jó, az meg elment már a lóvé, a PayPal meg is érkezett, mondjak már egy ID-t. És akkor itt tudod, elkezdem bogarászni a leveleimet, 21.477. Mikor ér ide? Hát azt mondta, hogy hát az egyik az még gyártás alatt van. Hát ne bazd már meg, ott nem lehetett látni semmit. Mondom, arról volt szó, hogy 2-5 nap. Azt mondja, akkor miért? Miért ilyen e-pakettel, vagy nem tudom én, mivel kértem? Hú, akkor ott kezdett elborulni, ez ugye, mondom, bazd meg, DHL-el kértem, ne idegelj ki. Nekem az itt kell, hogy legyen egy héten belül. Egyeztessük még egyszer. Jó, megnézem még egyszer e-mailbe, tényleg az a rendelési szám. Aztán a csajnak leesett, hogy miért van a csetablakban az, hogy Robert, és akkor mondja, hogy mit tudom is én, Hozói Luiz? Nem, bazd meg, Robert. Hát itt a rendszerben ez az azonosítóhoz a Hozói Luiz van. Ja, értem, mondom, akkor megnézem a weboldalon, ha mondom, hogy itt tök másik rendelési azonosító van, kezdek megnyugodni. Mondom, a másikra mit látsz? Ja, azt most adtuk föl 2 órája. Tökéletes, mondom, akkor már csak ezt próbáld megoldani, hogy ne Hozé Luis látszódjon az én e-mailemben, hanem a saját rendelésem. De hát mese, tehát tudod, mikor itt körbeszopkodják az emberek a kereskedőnek a nemi szervét, hogy milyen gyorsan ideér, fú, te hallod, hogy micsoda sebesség. Hát most nézem, este 7-kor feladták, megérkezett a DHL-hez 10:30-kor, onnan 3 perc múlva már a feladóállomáson volt, onnan még 10 perc, elhagyta a DHL-t, rá 40 percre a vámkezelési státusza frissült, rá 1/2 órára elindult a repülőgéppel. Tempó, édesapám, tempó, ez. Úgyhogy várom, de én mindig beszopom, tehát mindig ilyen hosszú ünnepek előtt rendelek meg valamit, és ami idején 3-5 nap alatt, az 22-e, mondom, nagyon jó, aznap dolgozok. A kínai meg úgy adta föl, hogy nem lehet a címet módosítani, tehát hogy direkt letiltotta a címmódosítást. Mondom, az tök jó. Akkor majd 3 nap múlva meglátjuk, hogy milyen lesz. Azon gondolkoztam még, hallgattalak, hogy vajon 200 évvel ezelőtt Langalló Pista bácsi mit mondott volna erre a kis
hogy is mondjam, challenge-edre, érted? Mert ő kiment bakker mit tudom én, a havi vásárba, azt vett seggen súlyos kiskakast, és nem kellett neki ilyen DHL-el, meg nem tudom én. Szerintem ő ott a cage-nél mondta volna, hogy elmegy bátyám a jó büdös picsába. Asszony, hozd a lapátot, már megint itt van. Igen, ma valaki tarkon baszunk, és nem én leszek az. Hú, már pedig múltkor ezt is olvastam valamelyik podcastbe, bekommentelt valaki, hogy nem tudja hallgatni a nappaliban, mert olyan trágáról beszéltek, hogy a gyerek miatt nem tudja hallgatni, de hát ez egy ilyen szakma. Meg különben is, na. Mondjuk én nem biztos, hogy a gyerek előtt hallgatnék párásító podcastet amúgy, de nyilván mindenkinek szíve joga, hogy hol hallgatja. Na de miért is kellett nekünk ez a, vagy nem nekünk, neked ez a salgópolc a kamerádhoz? Ez annyira kész, ez olyan, mint az elektromos, vagy mi, hogy mondta izé, a Herfli Gyuri? Elektromos cigarettán pengetek? Vagy akusztikus cigarettán pengetek? Ugye? Ez egy salgópolc. Csavart ne vegyél, mert van kapupán csavarom. A csavarra ne idegelj ki, arról is lenne egy sztorim, bazd meg. Na mindegy. Azért vettem, mert nagyon gondolkoztam egyébként, hogy mire lenne szükségem. Tudod, ez a fogyasztói társadalom, amikor semmire nincs szükséged, de megindoklod magadnak, hogy valamiért arra mégis. Te 10 perccel ezelőtt, tudod, mint a Fábri mondta, ez, hogy... Csárdi, ez már nem a fogyasztó, ez már a fogyatékos. Igen, ez a konzumidióta. Mikor a Fábri mondta az egyik stand-upjában, hogy megkérdezte tőle a bartender gyerek, hogy kér-e lime-ot a italába. Azt mondja, 10 perccel ezelőttig azt se tudtam, hogy mi az a lime, de most már, hogy tudom, mindenbe ilyet akarok rakni. Szóval gondolkoztam rajta, hogy cage-et vegyek, ami jó egyrészt, hogyha videóz az ember, vagy vegyek egy nagyon fasz a táskát, ami itthon valami őrületes 60 ezer forint, és pont kint van az ismerősöm a Nagyvizen túl, mondta, hogy jön haza, kell-e valami a B&H-ből, fú, mondom, kéne egy olyan Love Pro táska, tudod, mint a taktikai mellényeken vannak ezek a pántok, hogy minden szírszart rá tudsz aggatni, na ez is így néz ki kívülről, és eléggé harkéz a dolog, viszont ott nem 60 ezer forint, csak 45 ezer. Hát mondom, basz meg, ez kurva jó, meg kéne venni. Csak aztán úgy voltam vele, tudod, hogy ő is vett még fényképezőgépet, aztán mondom, ez a táska meg annyira robusztus, hogy ez nem olyan, hogy összehajtogatom, és aztán berakom a nagybőrönbe, mert nem akarom, hogy sérüljön a táska sem, mert tudod, elég merev a cucc, meg nem akarom, hogy össze-vissza legyen nyomorgat, vagy hogy mondom, hagyjuk a francba, majd a legközelebb megyek, akkor megveszem magamnak, és akkor most ez lesz, mert ennek most úgyis most szezonja van, hogy többet járkálunk a kamerával. Ez mennyire trendi ez mostanában, hogy iPadot néztem, most a legújabb, legkisebb 9.7-es iPadot, ami ugye már tud pencilt kezelni, hogy bakker, egy harmada az iPad árának a toll. Hát ezt mondom, nem hiszem el, hát, érted. A toll, és akkor tegyük az egy harmad ára az árának a toll, meg még egy elég szignifikánsan észrevehető ára a tok, mikor azt mondod, hogy egy szilikon, igen, nem is szilikon ez a akármi, tehát nem a bőr, hanem az olcsóbbik, az egy 10-es iPad-re 20 ezer, a bőr, hát ez nem is mondom mennyi. Na, szóval igen, kemény. Volt múltkor egy jó cikk az Indexen, hogy ezt mérlegeld, mikor telefont vásárolsz, hogy mi ez a kiegészítő, amit még, te tudod, nem látod az ár listában, vagy a cetlin, az árcéduláján a telefonnak, de utána úgy is veszel rá, mondjuk 6000 ér üveget, tokot még 5000 ér, meg a tököm, meg ez, meg az, meg amaz, mert ugye nincsen már a telefonokon jack, akkor ahhoz már csak ilyen fejhallgató tudsz, és a végén kijött azért egy eléggé jól észrevehető összeg, amit még ráköltesz az amúgy sem olcsó, mondjuk 250 ezer forintos telefonodra, csak azért, hogy telefonálj vele.
Épp most vagyok egy telefonszagában, szabad ne felejtsd, mert a 2 éves múlt a Xiaomi Redmi Note 3 Pro, és egy ugyanolyan telefont rendeltem, mint a Christiane, egy A1-es, ugye az Google kezelői felülettel telefont, és pont ezen gondolkoztam. Veszek rá bakker még egy üveget, na nézzük akkor, milyen tok, sallala, sallala, és az 51 néhány ezer forintos telefonból lett mindjárt majdnem 70. Na, de nem fejeztük be, hogy miért kellett nekem ilyen buziság. Azért kellett igen. ilyen buziság, mert írtam ugye Ironnak, hogy hát már lassan egy hónapja nem böffentesz, hogy mi a pék van a seregszemlére beadott vizsgaanyaggal, és akkor utána visszaírt, hogy hadd legyek már autentik, megnézem, hogy mit írt vissza, de az volt a lényeg, hogy hát szerintem kicsit hosszú volt. A Ron meg is van. Igen. Szerintem egy kicsit hosszú volt. De mondom, unalmas egy picit. Milyen unalom? Mondta neki, hogy de azt nézted, amit legutoljára elküldtem, ami már vágva lett a vágásból? Nem ír rá semmit, tudod, ez a 2 másodperccel később írsz, mint ő, de már nem válaszol. És csak mondom, most akkor tovább jutottunk, vagy nem jutottunk tovább, vagy mondjál már valamit. Másnap reggel ír. Nem is néztem az e-mailjeimet, mert ideg állapotban voltam. Hajnalkám, ideg állapotban. És hogy nyugodj meg, csak vicceltem, barátom. Szeretlek. Tovább jutottatok. És akkor jött az e-mail is, még éjszaka, csak ugye már azt sem néztem 11:30-kor. Gratulálunk, sikeresen bekerültél a filmmel, megfelelően érdekesnek találtuk, és vett fel a kapcsolatot a XY-nal, és na bejutottunk, hát ez a lényeg, fifika, bejutottunk. Úgyhogy... Nem, én azóta cicás pólót hajtok, de... Ne buzis, hogy 2 nekem is. Sehos. 2? Hát ezt gondoltam, Bad Boys for Life. Vettem volna. Nem találok. Nem találok, úgyhogy a másik az, hogy viszont van nagyon jó Volkswagen buszos póló. Lehet, hogy azt nem viszik. Lehetne, hogy elkapunk 2 kivert macskát az utcán, azokat megnyúzzuk, és így a pólóra ilyen 3D-be fölrakjuk. Tudod, mint ahogy a medvéket szokták a földre. Csak mi? Szerinted Krisztián mit csinálna veled? Szerinted kérne egyet ő is. A nyakadnak ugrana. Ugyan már. Nagyon liberális. Ő nem ugrik senki nyakának ilyenekért. Meg hát, ha neki ugrik, mi van? Arrébb lépek és beveri a fejét a falba. Mert ugye azt se sokan tudják, Krisztián majdnem meghalt. És nem viccelünk. Azt, ja, igen, tényleg, azt talán volt, nem mondhatjuk, egy hogy ilyen... Krisztián... Azt el, mert kiposztolta és... két nyelven. Igen, tehát amit egy nyelven posztolsz, az már nem is történik meg. Az nem olyan, történik az edzőtermi, meg veled. Edzőtermi edzés. Szóval Krisztián jókedvűen hazaérkezett a céges buliról, és mikor nyitotta az ajtót, a kismacska, hogy nem el akart szökni, de ő... Már volt olyan szinten, hogy tudta, hogy el fogja kapni, és utána ugrott. De a macska még nála is gyorsabb volt. Mindenesetre a macskát elkapta, viszont egy apró sérülést szenvedett Krisztián, és a szemöldöke felett, hogy is mondjam, levette homlokkal a betonszegélyt az épületnek, és... Nem túlzás, mikor azt mondjuk, hogy szétnyílt a feje. És tényleg úgy nyílt szét, bazd meg, igen. Hogy a csontja látszott a szemöldöke fölött. Na, én láttam konkrétan a fölvételt.
amit így szétposztolt, tehát ez se értem, érted, hogy ott ülök tiszta véresen, azt csinálok egy ilyen mosolygós horror izét, hogy jaj, és mindaz a macska miatt beszűkült tudatállapotba, hát nem tudom. Fú, te, nekem Nóri rosszul lett tőle, hát, hogy úristen, és tényleg úristen volt, tehát borzasztóan nézett ki, és összevarták neki, de utána még homeless simogatott, aztán azért még buzinak nézték, meg mit simogatja, meg mit fogdossa, meg... Na hát, ott is sikerült kifognia valamit, úgyhogy tudod, ez az én harcom, de az a lényeg, hogy Krisztián túlélte. Igen, igen, tehát én azon gondolkoztam, hogy nyílt sebbel a fejemen. Akkor már nem volt nyílt. Mit tudnék még... Mit tud, hát jó, oké, okay, de hát, hogy nyílt sebbel a fejeden, mit tudnék még tenni azért, hogy valami kurva fertőzést elkapjak, igen. Érted? Hát ez hihetetlen. Én megértem, én értem a Krisztiánnak ezt a mindent elsöprő humánumát, ami egyébként néha abban nyilvánul meg, hogy a pont a barátjait szarja telibe. Tehát azt mondta egyszer ez egy nagyon szép példázat egyébként erre, hogy fiam odaért, az egyik székely ember mondja a gyerekének, fiam odaértél időbe, és mondja a gyerek, hogy nem késtem, akkor te ezt az embert megloptad. És a legdrágábbat vetted el tőle az idejét. Mert amíg rád várt, nem csinált semmi mást. Miért? Volt, volt ilyen? Krisztián szerintem... Veled. Szerint... Veled volt velem? Ilyen? Hát én néha fél órákat ültem itt, érted? Szórakoztatva magamat vártam, amíg a Krisztián evett, büfögött. Azt nem mondta, hogy addig mit csináltál magaddal. Semmit, semmit. Néztem ki a fejemből. Úgyhogy, na, szóval, hogy tegyünk már pontot az ügy végére. Bejutottunk, és ezzel jön két golden ticket, öcsém, kettő. És jó magam és váltótársam úgy döntöttünk, hogy akkor irány Varszava, és fölvettem a kapcsolatot azzal a, nem tudom én ki, ez is olyan tekervényes, hogy lengyel a faszi neve, de Angliában van a cég is, meg a faszi is ott dolgozik, na mindegy, írtam neki, visszakaptuk az e-mailt, hogy tökre jó, akkor én lepontosítottam, mert én elvileg 16-ától vagyok Szabin a melóhelyen, és 15-én persze dolgoztam volna. Meg egyébként is ugye úgy volt a publikus leírásban, hogy 15-16. Tök jó, mondtam, hogy gyerekek, 15-16, nekem izére kéne menni konferenciára. Oké, elintézték, minden fasza. Jön az e-mail, elolvastad? Mert én elolvastam. Persze. Hogy kerül szerinted, ez most off. Hogy kerül a zombis kazánomnak a tetején, vagy a készülékenek a tetején van az Origen, és a palás belsejében ott van egy darab piros. Hát ebből most nem szívunk akkor. Na, és megkaptam a papírt, és ott szerepel rajta, hogy első nap 0 font, második nap 0 font. Mondom, tök jó 15-16, és aztán nézem, hát mondom, valami nem jó. 14-15. Baszd meg! Nézem, 14, dolgozom. Hű, gyerekek! Ja, akkor még írtam a mókusnak. Nem, természetesen 3 napra érvényes a jegyünk. Akkor ugye mi ketten elkezdtünk itt lázasan bogarászni, hogy milyen programok lesznek az első nap, hogyha mi van, ha azt igen, kihagyjuk. Amire... Aztán Krisztiánt nem értem el, de képzede visszahívott. És az derült ki, hogy az első nap a legmenőbb. És azért a legmenőbb, mert két dolog lesz. Az egyik nagy panel az az Inkónak a meetingje, az 9-től 4-ig, amin Krisztián mindenféleképpen ott szeretne lenni. A másik pedig az Izontech-nek lesz 3 előadása, 12.30-tól egész 16.30-ig, és ilyen kis fiszenfaszom cégek lesznek ott, hogy Japan Tobacco, Philip Morris, Vapor, British American Tobacco, Altria, Reynolds,
És körülbelül ennyi. Tehát ott még... Tehát az első öt dohányipari Igen. cég Nem szarral gurigáznak. gyakorlatilag. Ahogy mondja Krisztián, múltkor ez a Heat Not Burn volt, hogy mondjam, a mainstream náluk. Nem. De. Igen, Heat Not Burn. Én azt vizionálom, hogy most ez a Nick Salt, vagy Nikotin Show, vagy hogy az anyám kínjában mondjuk, ez olyan hülye hangzik magyarul, az a Nikotin Show. Szóval szerintem erre fognak most idén pörögni. Te szerintem mi hívjuk csak nyugodtan szintetikus nikotinnak. Szintetikus. Arról nekem mindig a Breaking Bad ugrik be, az meg, ahogy ott a sivatag közepén klótkatyában keverik a szintetikust. De jó, legyen ez. És ugye a lényeg az, hogy ugye ez az első nap, és a végén van egy, tehát nem azt nézem, hogy hú, a második napot van egy csomó kávészünet, ebéd, ingyen kaja, ingyen pia, de hogy az első nap végén az jön az igazi menőség 19.30-tól, 8 környékétől, a social event a Sphinxben, ami évfélig tart körülbelül. Ezt Krisztián bejelentkezéséből hívhatjuk nyugodtan, ez a bebaszcsizós csapatépítés. Tehát igen, mikor igen. Iszunk, hányunk, belefekszünk. Igen, igen. Hát, vagy beledobjuk mondjuk a farfalinoszt. Nem válaszoltál a Facebookon, amit írtam? Hoppa, hányásomba doplak. Súgy. Igen, szóval ez júli 14. Aztán 15-én van mindenféle session, több is, úgyhogy majd megpróbáljuk úgy csinálni, hogy átfedésekkel legyünk szétszóródva minden irányba. Krisztiánnal beszéltem, még majd meg fogjuk kérdezni, mert lehet, hogy annyira nem forgathatunk ott bent mindenféle riportokat. Én meg megvettem azt a kurva cage-et, bazd meg, tehát ki kell használni, bazd meg, hogy jó lenne, ha valamit azért tudnánk ott csinálni, vagy rockstárokkal fényképezkedni. Vagy mondjuk nikotinsztárokat. Nem tudom. Na mindegy, ez az első nap, egy pici networking a végén, de az már tényleg csak ilyen hétig, és aztán a második napnak vége lesz, az is ilyen 5 óra környékén. Amit érdemes még tudni, hogy azért mi cost savingben oldjuk meg a dolgot, és mi a csapatépítésre gyúrunk rá ezzel a projekttel, mert mi gépjárművel megyünk, gépjárművel jövünk. Mondjuk a repülőgép is gépjármű, de akkor mondjuk úgy, hogy mi egy kis Volkswagen Transporterre? Mi azzal igen, megyünk. Igen. Tehát Krisztián beleszart a ventilátorba, milyen jó lett volna egy ilyen road movie, road trip, és akkor ott egy ilyen monstra podcast, úgy, hogy már EU-s adatrooming sincsen. Majd ketten valamit kitalálunk, vagy megoldjuk a dolgot, és aztán majd ott fogunk találkozni. Ő talán egy kicsit később jön, mert máshogy száll le a gépe, de hát ránk körülbelül egy ilyen, azt számoltuk ugye, hogy nettóban egy ilyen 9 órás vezetés vár ránk, annyit tudunk még faragni, hogy egyikünk, tehát felváltva vezetünk, és akkor ezt le tudjuk ennyi idő alatt túrni, de ha nem, akkor is még mit tudom is én pisi Szendó, vagy valami, akkor azt még egy... Hát így van, azért meg kell egy mondjuk pár egy órát szorán. Rádobunk, az jó van, de szerintem így kurva jó buli lesz a... Már az út is. Tehát hallod, mikor majd így, tudod, így tolóajtó kinyit, és így félrészegen így kidőlsz. Ha, megérkeztem! Nem. És ugye visszafele meg azért lesz menő, nem menő, meredek. Mert hogy elindulunk visszafelé, jó lenne időben elindulni, mert valamikor éjfél, 1 óra magasságában megérkezünk, és én már reggel indulok nyaralni. Tehát így a bőröndöt kibontom, vagy kiborítom, berakom az új ruhát, összehúzom, alszunk egy, mit tudom is, 5-6 órát asszonnyal, és irány a valahova, nem tudom, hogy hova megyünk, mert ez nem az én programom. Úgyhogy ennyi lesz, hát mi kemények vagyunk, nem ilyen ilyen elpuhány nyodott figurák, hogy repülőgéppel utazunk, nem, mi oda csapunk, igaz-e? Így van. És hát nyilvánvalóan megvan a
az előnye annak, hogy keréken gurulva érünk oda, mert addig is gyönyörű szép tájakat és kalandokat fogunk átélni. Akkor össze kell válogatnom a kedvenc Spotify lejátszási listámat, tudod, és majd mi is így énekelünk a kocsiban, mint az amerikai filmekben, mikor mennek a turisták, a vadregényes lengyel tájakon. Nekem egyébként a Waze egy darab útvonalat dobott ki, úgyhogy ott már nem is volt benne variálás azzal a nagyobb körrel. Az kiadta ezt a 900 kilométert, azt vagy 8-900 valahogy így volt. De hát ott majd remélem összefutunk. Krisztián, nem egy szálláson leszünk, de hát azért együtt leszünk, tehát nem arról. Hát figyelj, 500 métert néztünk. Márhogy mi? Hát igen, sajnos csak ott találtunk már, de nagyon durván látszottak, tehát ez olyan volt, mint a tőzsdét nézném. Fura volt, és innen is látszik, hogy rossz időpontot néztünk először, mert arra voltak szabad helyek. És amikor bekattintottam a jót, akkor csak rákattintottam egy szállásra, ezt a szállást pillanatnyilag 27-en nézik. Az utolsó 6 órában foglalások 45. Kurva élet, na menjünk tovább. Ezt a szállás pillanatnyilag 8-an nézik. Az utolsó 6 órában foglalások 12. És mindegyiknél ez volt. És baromira meg volt telve már az összes hotel, tehát mind írták is, hogy Varsó ebben az időpontban, mit tudom is én, hány százalékos kihasználtság, tehát nagyon sűrű a szoba foglalás. De ez így jó azért szerintem, hogy ennyire közel vagyunk, mert egy az, hogy tudunk normálisan reggel kajálni, nem kell rohanni, és viszonylag egyszerű, tehát nem kell így villamosozgatni, meg megkeresni, hogy hol lehet átmenni a villamos sineken, meg a kerítése, mint a Krisztiánnak múltkor. És hát legrosszabb esetben ott találkozunk, meg utána a drinkelésnél, aztán majd én úgy gondoltam, hogy hát ha így a rooming adatkeretből fér a dolog, akkor majd csinálunk onnan ilyen hevenyészett live-okat, mi útközben. Az például azt hiszem csütörtök, az pont podcast napra esik, tehát akkor lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy az a heti, ez hülye hangzik, az a heti adást azt aznap tolnánk le élőben, mondjuk Facebookon, vagy YouTube-on, nem tudom, és akkor mit tudom is, hogy míg el nem érünk a magyar határhoz, és akkor addig dumálnánk valamiről, mit szólsz hozzá. Te, az abszolút jó ötletnek tartom, és akkor nem maradnak adás, kvázi adás nélkül az emberek. Ki kell pucolnom a kazányait. Se. Na, úgyhogy... Szóval érdekes lesz, majd látjuk. Hát, ami mi minket... van? Kicsit beletrollkodunk a Krisztián levesébe, de hát ez dobta a gép. Hát, ilyen ez a pop szakma. Ilyen ez a pop szakma. Ami minket érint egyébként, ahogy néztem, az az első nap lesz egy 11.30-tól 13-ig a GFN Filmfesztiválos panel, illetve 14-től 15.30-ig lesz, és nem tudom, mert nem írták, hogy itt mikor lesz, hogy lesz a eredményhirdetés, vagy hogy is mondjam én ezt, mert az utolsó nap nem találom. Lehet, hogy a második nap utolsó blokkjában lesz valami ezzel kapcsolatban, és én úgy gondolnám, hogy mivel így van két panel, meg panelonként másfél óra, ezért talán levetítik az összeset. Fene tudja. Uh-huh. Meglátjuk majd. Aztán majd, mikor mellettünk ülnek, tudod, és te, az a csávó, az van ott fenn. Mi meg így sapkában, napszínvegben, nem én vagyok az. Nem tudjuk, kiről igen. Beszélsz. Na hát ez a közös történet, és akkor most az adás 34. percében mi történt veled, Fifika? Hó, nem sok minden egyébként, de
Tehát itt van nálunk is ez a permetezős challenge, úgyhogy a hétvégén a gaz áldáz ellenségévé váltam. Én mondjuk nem ilyen ipari jellegű sztorival nyomom, hanem vettem ezelőtt 2 évvel egy Agrimotor nevű elektromos háti permetezőt. Tehát én ebből a Honda motorból már így kinőttem, érted? Egyrészt hihetetlen módon viszi az anyagot, másrészt meg pont arra, amire én a legtöbbet használom, mondjuk így kerítés tövében, tudod, a gazt lenyomni, meg kocsi följáróba gaztalanítani, arra pont nem jó ez a kötporlasztásos rendszerű sztori. Viszont ez az agrimotoros permetező, ez nagyon most jó. Most nem tudom elképzelni, ez melyik, tehát vagy nekem milyen volt, ez, vagy hogy, mert én ismerem ezt a karos ez egy háti permetező, 18 literes, pont egy ugyanolyat képzeljél, csak nincsen rajta kar, hanem bele van építve egy pici szivattyú, egy nagy nyomású szivattyú, és egy akkumulátor. Tehát gyakorlatilag te gombot nyomsz, és az nyomja bele a túlnyomást. Nyomsz egy gombot, van 2 állás, van egy direkt, meg van egy szabályozható. És akkor így szépen halod, hogy ahogy így megy a szivattyú, állíthatod a sebességet. Teljesen komfortos az egész. És tudod, hát egyébként is egy ilyen pumpálós, ilyen 10-16-20 ezer forint környékén van. Ez meg volt azt hiszem 22. Egy töltéssel ilyen 5-6 tartályt kiszórok. Nem kell. Ja, és a pumpálosra nekem mindig az volt a bajom, hogy azt mindig szét kellett szedni, hol a golyó akadt föl. Tehát tudod, hogyha azt letetted egyszer télinre, és tavasz elővetted, azt tudja, hogy elsőre nem indult, az mindig valamit kellett zsírozni, golyót cserégetni, vagy kiszabadítani. Tehát azzal nagyon tele volt már a hócipőm, és rossz is, tehát nem elég hatékony. Ez meg tökéletesen működik. Tehát 2 éve van meg nekem, én nagyon szeretem, viszont jó lehet vele dolgozni. Na, és mikor így a gaztalanítással végze, addigra általában nálunk a feleségem az, aki így figyelemmel kíséri a levelek változásának történetét nap mint nap. És szólt, hogy jaj, gyere már, mert tiszta fekete tetű minden, a sállalalala. És akkor ilyenkor jön a ilyen vegyszerkombók használata. Annak most már hál' Istennek 2 éve tudom a mixtúra maximáliszt, amivel aztán mindent tudok írtani. És nagyjából 3 hete imádkozunk azért, hogy legyen szúnyogírtás dócon, tehát olyan... Várjál, volt, biológiai vagy kémiai? Én nem tudom, hát a repülőről nem tudom, mit szórnak tőlem, bármit szóratnak, csak jöjjenek. És tehát olyan volt, hogy így kimentél, és így beszélni nem tudta a másikhoz, mert állandóan csapkodtad magad. Hihetetlen volt szúnyoginvázió, és akkor így a hétvégén, azt hiszem szombaton láttam, hogy ráfordul a falura az A2-es permetező repülőgép, és akkor ilyen nagyon akkurátusan megszórta a település. Na, azóta tényleg lehet érezni, hogy a szúnyogok nem annyira vannak jelen az életünkbe. Aztán volt, hát régóta gondolkoztam rajta, hogy telefon, azért már 2 éves elmúlt a telefonom, és cseréltem benne akkumulátort. De barom érdekes volt, hogy igazából az új aksi nem tett hozzá a régi aksi üzemidejéhez annyit, amennyit gondolnál. Tehát oké, egy picit frissebb lett, de nap végére olyan pirosba húz a csík a MIUI tetején, ahogy kell, és akkor mondom, nyilván a következő telefonom is
Xiaomi, de hogy mi legyen, mi legyen, mi legyen, és addig senyvettem, hogy végülis csak egy A1-nél kötöttem ki. Hatosa van a kollégámnak, Mi 6-osa. Baromi jó telefon, nagyon szép, de én iszonyúan megszoktam ezt a... hogy van valami a zsebembe. És az vékony is, és ilyen 5, azt hiszem 5,2 col, nekem már egy picit szokatlanul kisebb a képernyője. Én ezen elég sokat mozizok odakint, és akkor mondom, hogy inkább legyen egy ilyen sztori, de hát ennek se ilyen világvége képernyője van, na akkor vegyünk egy Mi TV boxot is. Úgyhogy így aztán megrendeltem azt is. Mondjuk az hamarabb ideért, egy napja van meg, amúgy, tehát arra, amire én használom, abszolút meg vagyok vele elégedve, fut rajta a böngésző, megy a hangkeresés, fölcsatlakozik rá a Xiaomi egér, mi kell még, érted? Tudok YouTube videót nézni, most az HBO Go-t próbálom meg ráhekkelni, hogyha az is rámegy, akkor nekem az egy teljes értékű eszközöm lesz. Nem, nagyjából ez volt. Meg hát dolgoztam természetesen. Folyik a lázas címkekészítés, dobozgyártás, nyomdai anyagok, sallala, sallala, úgyhogy előbb-utóbb lesz valami. Mondjuk most is van, csak még valamibb valami. És megint itt vagyunk, podcastelünk. Tehát így körbeértem. Az időjárás, vagy a csillagok állása, vagy nem tudom én miatt, de már megint nem jó az a platform, amit belaktunk, úgyhogy megint átköltöztünk a felvétellel máshova, úgyhogy folytassuk onnan, amire már nem is emlékszem, hogy hol tartottunk. Ott tartottunk, hogy a Mi történt velemet én végigmondtam, te pedig végighallgattad. Szó szerint. Igen, igen. Milyen jól látod, nem szóltam közbe. És csodálkoztam is, mondom, hát Charlie nem szokott így, hogy ilyen sokáig magamba beszélni. Mi történt ezzel? Mi történt ezzel az emberrel? Na de hát ez a, hogy is szokták mondani, ez a technika ördöge. Majd megtudom, hogy mi volt veled vágás közben. Mely megkísért minket. Na, szerintem beszéltünk előtte róla. Ja. Na. Úgyhogy megnézem, mi volt a show notesban, mert az még van itt nekünk. Igen. A GFN 18-at kitárgyaltuk. Aztán van egy két témám van. Az egyik az, hogy miért nem lehet Kínából rendelni. Az egyik csoportban találtam egy bejegyzést, mert volt valaki olyan kedves, hogy még be is jelölt rajta. Idézőjelben volt a kedves. Szóval, mintha nekem tudni kéne bármiről is, de mindegy, megfejtettük, mert az a része biztos, hogy a GW12-es Warehouse-ból nem lehet Magyarországra rendelni. Nem is értem, hogyha valami EU-s raktárbázis, miért nem lehet Magyarországra, mindegy. De... Várj, azért nyissunk valamiféle világosságot a hallgatók fejében. Tehát, mert azt, hogy te tudod, hogy mi a GW12-es Warehouse, az nem biztos, hogy más is fogja tudni, de hogy mi mondtam, hogy gearbest-es. Tehát a gearbest-nek vannak... EU-s raktárbázisa, igen, és akkor szerintem ez a GW12 talán pont valahol ott van, igen, tehát ez a spanyol részen, és onnan nem szállítanak valamiért ide. Tehát nekünk a GW5 meg a GW2 talán, ami játszik, a cseh meg a lengyel raktárbázis. Van német is, ha jól tudom. Van ezeknek mindenhol. De igen, ott is van. De az valamiért sose dobja föl. Úgyhogy az valakiknek a kínai meg a
mondjad, hogy már mi a HK? Hongkong? A hongkongi lerakat is azt mondta a termékre, hogy nem tudja berakni. Lehet, hogy azért, mert éppen frissül a magyar posta ár képzése, fene tudja, hogy mi az oka. Én nem tudtam olyan terméket találni. Igazából majd kiderül egy pár napon belül, hogy mi van, mert amik szembe jöttek velem, azok jellemzően olyanok voltak, hogy GV12-be próbáltak berendelni, az meg nem fog menni tényleg. Úgyhogy jogos a dolog. Én nem javaslom, csak észrevételezném, hogy van nekünk egy szépen bővülő e-cigi akciók csoport, ahova én tényleg csak olyan cuccokat rakok föl, amit egyesével, higgyétek el, mindegyiket lepróbálom, igyekszem lepróbálni, hogy működik, rendelhető, ér el a kedvezmény, nem él a kedvezmény, ha nagyon rövid az akció, akkor azt ki is írom, hogy pár óra, vagy csak 20, vagy akárhány kupon, de van egy ilyen csoport, azt majd berakjuk a show notes-ba, de rá is lehet keresni e-kötőjel cigi akciók, és ott mindenféle, hát... Most mit mondjak erre? Mindegy. Az egyik azt mondja, hogy rakjál be minél többet, a másik azt mondja, hogy rakjál be csak értelmeseket. Hát kinek mi az értelmes? Ezt már tudjuk Phil Buszardó és a Rip Tripper óta, hogy ami az egyiknek értelmes, a másiknak nem az, úgyhogy nem lehet mindenkinek jót tenni, de minden esetre ott van az a csoport, és tényleg ilyen használhatóbb, vagy olyan dolog, ami nem esik szét egy nap után, azokat, és jó akciók, akkor azokat igyekszem berakni, de persze rögtön meg lehet találni, hogy a Fasteken olcsóbb $1, igen, csak a Fasteket nem tudom egyfolytában összehasonlítgatni, meg ott tudod, ott rájöttek ezekre a turpisságokra, és kiírják, mit tudom is én, hogy Fifika klont lehet kapni $12, te látod az összeget, és csak ha rákattintasz a termékre, és nyitod meg az adatlapját, akkor látod, hogy olyan titkos áraink vannak, hogy csak akkor látod meg, hogyha a kosárban beírod a kuponkódhoz, hogy MEP, és akkor földob egy kedvezményesebb árat. Na hát ilyeneket nekem nincs se időm, se energiám, se kapacitásom, az meg végig kattintani. Igen, ez a Ctrl-Alt-DZ-F kombót igen, kell nyomni, igen. Miközben. Tehát, hogy a 3FVP-nél, a Fasteken, a Gearbest-en, az AliExpress-en, a tököm tudja, hol olcsóbb, 40 cente, nem nézem, a Gearbest-et nézem egyedül, mert az még valahogy ki is néz meg, tényleg egyfolytában írogatják a kuponkódokat, bár amiért kicsit pipa vagyok, azt már több egyszer írtam nekik, hogy megszűntek a fix kupon kódok termékkategóriára, és nincsen most már ilyen 10-15%-os elcigis termékkategória kuponkód, de hát valamiért azért tolják most ezeket az egyéni kuponokat, meg gondolom, hogy ők is jobban tudják mérni, hogy melyik az, amit szívesen megkattintanak az emberek, de hidd el, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, amit kiteszek oda, mert olyan idiótasságokat küldenek nekem, bazd meg, hogy ezt tett ki, meg azt tett ki, meg küld nekem most Xiaomi órát. $200 bazd meg valami automatikus Xiaomi óra, hogy ez szép, meg jó, csak ne küldjed, mert nem érdekel. Tehát sehogy nem vág egybe semmivel. Meg a faszom öccse húzal. Jó, ebből is volt már 40. Akkor elküldi a Billetbox klont. Oké, kiraktam 2 hete valamit normálisat, amit még nem. Na, úgyhogy azzal is csak a szenvedés megy, de amit tudok, azt vagy tudod, ezek a flash szélek, hogy le van árazva, azt kirakjuk, vagy hogyha kuponkódos van, azt kirakjuk. De hát az látszik sajnos, hogy sajnos vagy nem, hát mindig a vásárlási görbe az megugrik, mit tudom is én, 5-től 15-ig, és aztán beesik, mert hát fizetés nap, fizetés hét, aztán utána meg nem, de pedig vannak értelmes cuccok most, meg a csajnak is mondtam, hogy nem fontos nekem, hogy izét küldjé, tehát küldhet szerelőkészletet, meg anyám kínját is, és akkor így küldött nekünk végül is ilyen extra kuponkódokat, hogy ez a kis szerelőkészletet, amivel itt lehet reparálni, azt arra küldött pár használható kódot, de tényleg fogalmatlanok.
Nem miattad ásítok, nem te vagy unalmas, csak kevés itt az oxigén. Úgyhogy, hát ez a kettő volt itt nekem. Nem baj, Charlie, rászoksz, tehát ha elfogy szép lassan egy idő után, észre se veszed. Mit? Hogy nincs oxigén. Ja, jó, oké. Köszi, mit iszol. Persze, majd telefingod nekem a izét, a mikrobuszt is, azt majd elfogyunk az oxigénből. Nem, inkább az arcüreg gyulladás. Ja. Figyelj már, lassan, nem tudom, mert elvesztettem a fonalat itt a nagy izébe, nagy szakadásban, hogy mennyinél járunk, de ha kicsit átnyargalnánk sorozatra, akkor az még talán belefér. Na, nyargaljunk át sorozatra. Oké. Okay. És mi az, amit te most figyelsz nagyon... Hát amit hazudnék használni, hogy figyelek nagyon, mert ugye egy csomó közös sorozatunk van a feleségemmel, és azokat nem tudom figyelni, mert neki nincs ideje sorozatokat nézni, meg vagyok olyan úriember, hogy nem nézem meg nélküle, de hát a SEAL Team az ilyen. Én inkább most a Sika kaszára mentem rá, hogy mik azok a nagy sorozatok, amiket elkasszáltak, vagy éppen tovább engedtek, és azért voltak ilyen rezgőléces sorozatok, amikért kicsit remegtem, de például, amit az előző adásban mondtam, a The Brave, az a, tudod, az a akció csoportos anyám kínja, kommandósnak, azt is elkaszálták. Vagy, hogy nagyobbat mondjak, The Exorcist, azt is elkaszálták. Az ördögűzőt. Elkaszálták az Inhumans-t is. Elkaszálták a Scorpion-t is. Elkaszálták nem is volt, kurva hosszú a lista, bazd meg. SVS Evil Dead, elkaszálták. Elkasszálták a... Mi az már? Nézem, itt még olyan baszott hosszú a lista, bocsánat, a School of Rock. Azt mondjuk nem néztem, csak a film eredetiét. Elkasszálták. Meg van egy csomó hulus, meg spike-os, meg anyám kínja, azzal nem is nagyon foglalkoztam. Örültem annak, hogy vannak sorozatok, amiket legalább meghagytak. Tehát Grace Clinic a tökömet. Igen, lassan könnyebb lesz azt mondani, hogy mit hagytak meg. Hát azért van mit, jó hogy, sok, mert... Mit kaszáltak el? Én bár DC, és ez nekem egy ilyen nagy keresztem, hogy valahogy nem tudom befogadni ezt a DC univerzumot, de a Legends of Tomorrow megmaradt, ha ismered, az America's Got Talent, megmaradt az American Housewife, megmaradt a melyik volt a, mondd már, Agents of S.H.I.E.L.D., bár a következő évadot azt már csak, nem azt mondták, hogy fél évadot rendelünk be, hanem csak 12-13 részt, szerintem le is fogják a picsába zárni. Úgyhogy berendelték a Blacklistet, én azért meg voltam halva, mondom, mi az, hogy Blacklist? Mi az, hogy Blacklist? Akkor a Flash-t is berendelték a következőt, hála jó Istennek, halálos fegyver, én ezt nem tudtam már akkor se hova rakni, hogy ebből miért kell sorozat, egyébként a szereplőcsere is lesz, ahogy olvastam, a lángoló Chicago, hála Isten, folytatódik, na hát hála Isten, hát na, nem egy akkora sorozat, az odaát is, azt nem tudom, azt nézte, de az a Supernatural. Nem. Úgyhogy Gifted, hála is, na az jó végül is. Az jó, szerintem. Abban reménykedek egyébként, hogy az Agents of S.H.I.E.L.D.-nél kevesebb lesz az epizód, a keret marad, hát ha egy kicsit megtolják a látvány elemeket, majd meglátjuk. Nézzük, American Horror Story, na. Az is tovább jutott. Olyat keresek, amit te is szeret. Fear the Walking, de tovább jutott. Hát az egyetlen normális sorozatuk.
És azt nézem, van-e még valami... Jó, hát nagy pályások, muszáj volt, bazd meg. HBO húzósorozat, tököm. Ja. És a Star Trek Discovery is tovább jutott, hogy egy kicsit a te melkasodat is kenegessem, meg a Silicon Valley. Mondjuk... Ó, abban, bocsánat, abban most én... látom! Punisher! Átment a Punisher! Király! Igen? Abban én nem kételkedtem, hogy a Star Trek Discovery nem fog folytatást kapni. Úgyhogy ezek jutottak tovább, meg kaszálódtak el. Amiért kicsit szomorú vagyok, ez nem sorozat, hanem film, és ha azt mondom, hogy Mergo Kidder, az talán nekem sem mondott semmit. Neked se biztos, másnak se, de hogyha azt mondjuk, hogy meghalt az eredeti Superman filmek Lois Lane-je, akkor már többet mondhat az embernek. Valószínű. Úgyhogy én egy javasolnám bőr. A videóba, tegyük majd be róla, nem róla, hanem a filmzenéről a videót mementóként. És számomra ennyi a sorozat igazából. Ott ülök a gép előtt, vagyis a tévé előtt, nézném őket, csak idő nincs rá. És tényleg annyira föl vagyok már torlódva, hogy a 12 majmot azt magamban elkaszáltam ott a magyar jeleneteknél, mert azt nem tudtam igazából vele mit kezdeni. És ha már sorozat meg magyar most ugrott be, hogy jövőre lesz szerintem nálunk, nem tudom, olvastad de a Kobra 11-nek volt itt forgatása, mert igen. Indexen olvastam, hogy pokolgép robbant a Kossuth tér mellett, és hogy hú, mondom, gyerekek, ez nagy buli lesz, nagy buli lesz, ha nem kattintásvadász, akkor is jó. És akkor utána olvasom, hogy itt voltak természetesen a magyar crew-val, de hogy ott valamit az Alkotmány utcában fölrobbantottak egy kis teherautót, szóval itt forgattak, és hogy 20 éve forog az a sorozat, bakker. 20 éve! És az egyetlen fix ember, ez az Erdogan, Atalaj, vagy tökem tudja, tudod, a Szemír. Na. Igen. Úgyhogy azon meg is lepődtem, hogy 20 éves bazd meg a sorozat, vagy 20 évad, azért ő kemény, hogy az elejétől fogva ott van, és hát már harmadik vagy negyedik partnerét fogyasztja egyébként. Úgyhogy ennyi jutott még eszembe, tehát a magyar epizód az valamikor jövő év elején, közepén fog eljutni hozzánk. Hello, bello. Én a... Szerintem a Westworld az egy zseniális lett a folytatás. Ó, bazd meg. Amit ne, én... Nem, amit egyre, én nem egyre gondolunk akkor. Nem. De, én azt esküszöm, Fifika, nagyon akarom. De az évadnyitó nagyon beteg volt, fú, mondom, ez királyság, és most azon kaptam magam pont tegnap, hogy néztem a Westworld mostani évadának talán a harmadik részét, és azt vettem észre, hogy a telefonomat nyomogatom. Fú, mondom, ez nagyon nem jó. Úgyhogy hát majd megint erőt hát, veszek magamon, figyelj, de... Nem tudom, nekem bejött. A másik, amit ugye én is nézek, az a Szolgálólány. Azt nagyon sokan voltak ismerőseim, akik most hagyták abba, mondtam nekik, hogy nem kéne, tehát szerintem ebbe megint az lesz ott, hogy egy picit beül, vagy ellaposodik, vagy érdektelenedik a történet, de aztán szerintem marha nagyot fog szólni, úgyhogy én nézem továbbra is, és hát nézem a Milliók nyomában, most már a múltkor arra fanyalottam, képzeld el, hogy újra néztem a Banshee-t. Mert hogy annyira büdösül kerek egész az a kurva sorozat, hogy szóval így eltelt eltelt egy év, mióta néztem, és szeretem ezeket még egyszer, tudod, egy év után újra nézed, és egy csomó dolog
szembe jön, ami első ránézésre nem, és ez így jó dolog. Tehát azok a sorozatok, amik nekem tetszenek, és egy ilyen kerek egészek, azokat én újra szoktam néha nézni. Lásd Babylon 5, ugye azt nem is tudom, azt jó, de hiszem, hát akkor még néztem végig. Két toltál, mikor először láttad. Nem. Én tudod, mire nem, voltam így? A Breaking Bad-del. Igen. A Breaking Bad-del voltam így, meg a Walking Dead-del. A Walking Dead-ből lehet, hogy csak nagyon unatkoztam, és megnéztem az első évadot megint. Hogy egész más úgy nézned, mondjuk, hogy a hatodik évadtól visszanézel, és úgy belegondolsz, hogy ezek hány évig fog még rohadni ennyi hulla? Miért nem esik le a csontjukról a hús? Meg hogy akkor az elején egész más volt még a látványvilág, ott elszontyolottak, mert büdösek a hullák, meg be kell magukat kenni a belső szerveikkel. Aztán ez valahogy úgy olyan a hétköznapok rutinjává vált. Egész fura volt így nézni, hát a Breaking Bad-et az mindenhogy zseniális. Az mindenhogy zseniális. Hát na, úgyhogy egyébként szerintem, aki nem talál magának manapság sorozatot, az audio, hogy is szoktak ezt mondani, audio-vizuális műfajokra ne utazzon. Tehát, De figyelj, mikor ennyi jó sorozat van, akkor nem tudom fölfogni, hogy a magyaron, már hogy a kereskedelmi csatornákon, mert azt ne is várjuk, hogy mondjuk egy mit tudom, hogy Babylon 5 legyen mondjuk a M5-ön, vagy Duna TV, vagy hogy hívják. Babylon most. 5 már lement egy jó pár csatornán egyébként. Tudom, csak most mondtam, hogy amikor itthon megy a Kuzei Güney, Szulejmán, mi szokott utána menni? Várja, Szulejmán utána éjjel nap a Budapestban az meg. Charlie, tehát azért ezt szigorúan válasszuk szét, mert egy Szulejmán méretű sorozat az jó. Egy éjjel-nappal Budapestben azért annyira nem bízok, érted? Nekem azért a Szulejmán tehát, is azért erős. Nem volt rossz. Tehát nem volt nyilván rossz, de jó nem se egy... volt. Tegyük... De azért nem egy éjjel-nappal Persze, Budapest, csak érted? Én mondom, hogy voltak a brazil szappanoperák, most átcsaptunk a törökbe, lerédeljük így a kontinenseket. Hát előtte voltak a azt hiszem tájföldi, vagy nem tudom, nálunk? Milyen soroz. Így bizony. Ne kúrjál már fel a gyilag. Hát nem. Hát mondj egyet. Hú, várjál, valamilyen császárné. Ezek ilyen délutáni sorozatok voltak, Charlie, de fél Magyarország nő lakossága nézte. De nekem pillanatok alatt fölmegy az agyam, hogy hétköznap főműsoridő este bazd meg, és azt kell néznem, hogy emlékszel, úgy volt régen, hogy mi az anyám volt ez? Híradó, utána volt mondjuk a Barátok közt, és utána jött a film. Most már nincs film, Híradó, faszom sorozat, barátok közben fél tízkor kezdődik, és akkor utána még valami himi-humi. De lehet, hogy ez az éjjel-nappal Budapest, vagy mi a tököm. Hogy semmi értelmes csatorna, sorozat. Jó, hát vannak ilyen Foxok, meg anyám kínja, de hát most akinek az nincs, vagy HBO Go, vagy Mozi Arena, vagy... Tehát millió is egy helyen hozzá lehet jutni, a Netflix az nálam leszerepelt. Jó PC, azt hiszem kivette a Foxot. Igen, betettek, most nálunk is volt valami csatorna módosítás, és valami más bekerült, meg talán az AMC volt így, nem tudom, mert itt az itthoninál kavarás volt a Walking Deadnél is, hogy anyasorozat az az AMC-n van, de egyébként a Foxon volt, szóval ment a kavarás ezzel kapcsolatban, de hogy tényleg, tehát azt egyébként lehet érezni, hogy a TV2-nél a soha el nem záródó pénzcsap az megnyílt, mert asszony már azzal basztat engem egyébként, hogy akármikor unatkozom, és átkapcsolok a TV2-re, az fix, hogy valamikor Transformer van. Mindegy, hogy melyik része az, de volt olyan, hogy két héten keresztül hazajött,
Mit nézze? Mit néznék? Transformers, bazd meg. Melyiket? A bukottak bosszúja. Vagy tök mindegy. Tehát volt Transform, és volt olyan, hogy napokon keresztül egymás után, mert hogy sorozat hét volt. Na, ezeket úgy ki tudtam húzni akkor. De hát egyébként siralmas. Siralmas. Úgyhogy most majd lemegyek, most fölbasztam az agyam ezen a Brave-en, hogy, mert ezt eddig nem láttam, de most megnézem, hogy ezt úgy kaszálták el, hogy hopp, most vége lett, vagy még azért egy utolsó évadocskát tolnak, de attól félek, hogy nem tolnak itt semmit, lófaszt lesz itt Csikánok, nem sorozat. Nem sorozat, így. Mindegy, örüljünk annak, ami van. Mert kell vennem valami extra füldugót is neked ezért miatt, a horkolásod miatt. Vagy az én horkolásom miatt, nem tudom. Nem tudom. Tehát az a baj, hogyha én horkolok, ezt én nem hallom. Meg téged az nem zavar. Meg engem nem igen, zavar. Igen, ez az a verseny, hogy igen. Versenyezzünk ki, alszik el előbb. Tudod, én azt szoktam mondani a kollégáknak, hogyha véletlenül valahol egy szobába alszunk, kaptok fél óra előnyt. Igen. Kapta, és akkor mondja az egyik, hogy de én is horkolok, ne foglalkozz vele, azt én megoldom. Kaptok fél óra előnyt. És akkor mindegyik alszik már, tehát azért meg szoktam várni, hogy elaludjanak. És akkor utána, de én szerintem egyébként én nem vagyok egy olyan borzasztó horkoló. Egyrészt, másrészt meg ugye nálunk a nejem az, aki sokkal hamarabb elalszik, és ő az a horkolótod, aki ilyen hullámokban csinálja ezt a műfajtát, így nagyon behangosodik, aztán meg nem horkol sokáig, aztán megint, tehát mint egy ilyen ébresztő óra. És azt szoktam csinálni, hogy van ilyen agybadugós fülesem, egyébként is úgy alszok, hogy valamit hallgatok, most azt hiszem épp a Túróci krónikát, ugye Mátyás király ide alatt íródott a Magyarok cselekedetei című krónikát hallgatom, és akkor ezzel én így el vagyok, míg bealszok, és mert ha csak azt hallgatom, hogy te hogy öröksz, az képtelenséggel van. Hogy öröksz? Az a bajom nekem az agybadugós fülesekkel, hogy az nekem próbáltam úgy hallgatni podcast zenét bármit ágyban alvás előtt, de nekem az nyomja a hallójáratomat. Én csak, várjál, én abba a fülemben nem teszem, ja. Amelyik a párnál hát van. Hát ki hallgat monóba ilyet? Hát, figyelj, és akkor úgy, ez már így megvan szokva, hogy tudod, az ilyen leharcolt fülesekből az egyik dugót le is vágom. És akkor az az alvósom mindig. Én erre azt tudom egyébként javasolni neked, hogy van fönt valahol a keleti környékén egy audiológiai szakbolt, mikor még én gyorsulási versenyekre jártam, ott csináltattam magamnak füldugót. És az olyan, hogy... Ja igen, az egyedi. Igen, kipucolod a füled, odamész, és akkor kiöntik a egész dobhártyáig valami tököm tudja milyen anyaggal, és lehet kérni mindenféle színesbe is, meg nem színesbe is, meg anyám kinyés, és akkor nekem én úgy kértem, hogy tudod, egyikbe is legyen madzag, másikba is, és akkor ha nincs a fülembe dugva, akkor a nyakamon lógott. És az kurva kényelmes, mert pont a fülvonalába volt vége, nem nyomott, nem feszített sehol, és azt úgy is hirdették, hogy az, tehát abban tényleg lehetett aludni is. Az jó volt ilyen szempontból. Meg hát a saját hangodat hallottad, már az agyadat, a gondolataidat hallottad, az olyan csönd volt. Úgyhogy azt szerettem, csak valahol elkalódott, vagy kinőttem. De hát az embernek nem nő a füle, mindegy, olyan akkor is kinőttem. Ja. Vettem én, annak idején a textilművekben használtunk ilyen szivacsot, tudod, amit így egészen összegurigatod? Ilyen húrkapálcik a vastagságúra, összegurigatod, bedugod, és így beledagad a hallójáratba. Az a semmi baj nincsen egyébként, egy baj van vele, hogy az pont ott tereszt át, ahol a beszédfrekvencia van. Tehát az úgy van kitalálva, tudod, hogy az üzemi zajt szűrje, de hogyha valaki szól hozzád, akkor még haj bármit is. És
ebből kifolyólag nem jó erre a célra. Nekem azzal annyi volt a nyűgöm, hogy az egyik fülem az, hogy mondjam, a hallójáratom ki van egyenesedve, mert mindegy, talán kaptam egy maflás, talán nem, ez már maradjon a múlt homályába vesző történet, de hogy az habba én ezt belerakom, akkor tudod, dagad, és egyszer csak így potyki esik. Úgyhogy nincs az, ami megtámassza ott, mert az a belső kagyló az annyira, tehát ez a porc az el van ott törve. Úgyhogy ezt azért nem szerettem, én azért szeretem ezeket az in-ear-füleseket, ezt tudod, ezt, aminek ilyen kis szarva van, amit beakasztasz, mert ez így nekem tökre faszán fogja a dolgot. És most kapcsoltam, hogy kurvára nem tudom, mióta nem beszéltünk el cigiről. Mindegy, bazd meg, ezt az adást is eldobhatjuk a faszba. Csodálatos. Ez van. A végére dobjuk be egy Lackó Attila. Tényleg, Lackó Attila. Egyébként Lackó Attila kamionos képeit nézegetve, ennek annyiszor eszembe jutott már, hogy odaírom egyszer, hogy ki a picsát érdekel, baszki, hogy te hol álltál meg, Söré. De tényleg. Ne legyünk gonoszak. Tényleg szép helyeken jár, csak nem, mint turista. Az meg úgy nem funky. Igen, annyira nem funky. Ez így van. Jó van, Fifika. Rekesszük be a kertkapuna Riglit, aztán jövő héten jövünk, és ez volt a 189, lassan jön a 200. Úristen, lassan jön a 200. Lassan jön a 200. Az bele fog csúszni a nyárba, hál' Istennek, nem kell attól tartanunk, hogy tél lesz, hideg és hó. Úgyhogy... Akár bográcsozhatunk is nálad. Akár bográcsozhatunk is, így van. Hát majd meglátjuk. Hát én azt gondolom, hogy ismét egy élmény volt. Ezt az adást viszont akkor lezárhatjuk nyugodtan, és akkor találkozunk jövő héten. Örülök, hogy itt voltál. Szevasz! Sziasztok!